Érdekes, ahogyan keverik a kártyákat és ahogyan alakul a világ sorsa. Természetesen Donald Trump ebben meghatározó szerepet játszik, ahogyan azt láthatjuk ezen a képen is. Azok, akik ismerik, hogy hogyan működik a világ, képesek olvasni a jeleket, és tudják a szimbólumokból azt, hogy ki kivel van, illetve azt, hogy kinek mi a szándéka. Ezt gondolom nem újdonság senkinek, hogy Donald Trump, akárcsak az egész családja, és az egész politikai elit része ennek a hatalmas megtévesztésnek. Nézzük meg villámgyorsan azt, hogy mit is olvashatunk le a kézjelzéseiből. Ugye mutató ujjal felfelé mutat e, itt Ahmadinejad, a volt iráni miniszterelnök, illetve államfő, és megtudhatjuk azt, hogy ez egy spirituális útnak a jele, ugye az ég reménysége, ezt jelenti a mutatója felfelé mutatás, természetesen ez egy okkult jel, és nyilvánvaló, hogy nem a teremtő Elohimre uta, hanem e világ Istenére. Ez ugye úgymond idézőjel keresztelő János Leonardo da Vinci-nek a festménye. Ez természetesen ugyanúgy néz ki, mint az összes többi. Ettől a szabadkőművestől egy transzleszita jellegű karakter, és ő is ugyanazt a kézjelzést használja, amit Donald Trump vagy Ahmedinejad ezen a képen, akár csak az ISIS, az úgymond idézőtelben tett ISIS terroristák, akik természetesen többi, többé kevésbé az amerikai Egyesült Államok és a nyugati államok által létrehozott szervezetnek úgymond dolgoznak, ugyanezt a kézjelzést használják e világ istenének tiszteletére, akár csak Donald Trump ezen a képen, a kezével kommunikál, hogy tudassa mindazokkal, akik értik a világot, hogy melyik oldalon áll és mi az, amit tőle várhatnak. Ennél érdekesebb azonban az, amit hallhatunk ebben a riportban, ami ugye a Fox News ban hangzott el, illetve a Fox news on hangzott el, úgyhogy nézzük meg. That calls a new post-West World... Ez arról van szó, hogy az orosz médiát arra utasították, hogy fejezik be, illetve illetve csökkentsék a pozitív riportok közlését Donald Trumpról, ugyanis az elmúlt időszakban túl sok lett ebből. Ugyanis a Kremben rájöttek arra, hogy ez az amerikai adminisztráció nem annyira barátságos Oroszországon, mint ahogyan azt először gondolták volna. Erről szól ez a cikk a Bloombergben. Egyrészt ugye Mike Pence itt arra szólítja fel őket, hogy a Minszki Egyességet tartsák be, és csökkentsék az agressziót Ukrajnában, illetve vonuljanak ki onnan. Ugyan szólította fel Oroszországot az államtitkár, illetve a Védelmi Minisztérium titkára, Szintén, hogy a Minszki Egyeséget tartsa be Oroszország. Ezután Trump a Twitteren azt osztotta meg, hogy Obama valószínűleg túlságosan ő, könnyedén vette az oroszokat, és ennek következményeként voltak ők képesek a krími területeket elfoglalni. Erre válaszul a múlt héten az orosz külügyminiszter Sergei Lavrov. Ezt nyilatkozta. Post World War II order is dissolving. Karaoke. Claimed the Western-centric post World War II order is dissolving. Post World War II order is dissolving. Post World War II order is dissolving. We asked any Italian that, "Are the times we call the post-World War II order dissolving?" The post-World War II order nem alkalmazta azokat a stratégiákat, amelyeket a hidegháború idején kifejlesztettek. És az ő vezetésével, illetve természetesen Vladimir Putyin főszereplésével, ők arra pályáznak, hogy egy új világrendet alakítsanak ki, amit a nyugat utáni, világrendnek hívnak nyugat, ugye elsősorban az amerikai Egyesült Államok, ők, ők reprezentálják, képviselik a keletet, ezért hívja az új világrendet ő egy úgymond post-nyugati világrendnek, post-west világrendnek. Ehhez keverik a kártyákat, ugye azzal, ami a közel zajlik, a politikájukkal, Irán, Törökország Szíria, illetve Irak irányában ahogyan támogatják a szíriai kol kormányt az Amerikai Egyesült Államok ellen ugyanekkor számos országot egybehívott béketárgyalásokra, akik az Afganisztánban zajló összecsapásokban szerepet vállalnak, úgy, mint ahogy itt a képen lát, látható is Kína, India, illetve Irán. Mindezek mellett a tálib garnitúrával is jó viszonyban van, illetve azokkal is próbálja felvenni a kapcsolatot az úgynevezett Daesh ellen, ami az ISIS gárdának a másik neve. Az egyetlen, aki kimaradt a képből, az az amerikai Egyesült Államok, ami nem kapott meghívást egyáltalán ezekre a béketárgyalásokra, illetve az oroszok nem működnek együtt velük. Nagyszerű látni azt, ahogyan manipulálják a tömegeket, és amikor az ember érti igazából, hogy mi történik a háttérben, akkor ez egy eléggé szórakoztató történet. Ha képes megérteni azt az ember, hogy ez az egész egy hatalmas hazugság, ez az egész egy színjáték, és ezek a karakterek, ezek a szereplők nagyrészt nagy részt egy tervet hajtanak végre, ami természetesen az ellenség tervéről már rengeteg szó esett, akkor, akkor láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen nem más az, ami a szemünk előtt zajlik, mint egy színházi előadás. Annak minden kellékével és díszletével, az összes eszközzel, látványossága, ami a tudatlan tömegeket manipulálni tudja. Háborúk, hadsereg, katonaság, erőfitoktatás, ugyanaz, ugyanazok a módszerek, amik a történelem során mindig is manipulálták, illetve befolyásolták az emberek gondolkodásmódját. Úgy, hogy mindeközben az elmúlt 20 év legsúlyosabb gazdasági válságában van az ország, és valószínűleg 20 millió ember fog hamarosan a szegénységi küszöb süllyedni a 140 millióból. Tehát a helyzet ugyanaz, ami mindig is volt a történelem során, míg az emberek, az emberek túlnyomó többsége éhen fel a hal, addig a háttérben zajlik a nagy színjáték a szokásos szereplőkkel, ugyanazok a karakterek, csak más színészek játszák őket. Természetesen a lényegre mindig van pénz, hiszen a háború az, amiből aztán később az új rendet ki lehet alakítani. A stratégia mindvégig ez volt a történelm során, hiszen a káoszból lehet aztán a rendet kialakítani. Annyit szerettem volna csak ezzel megmutatni, hogy bár a helyzet bonyolultnak tűnik, és a világ egyre kaotikusabb, amikor az ember ráébred arra, hogy ki az, aki a háttérből mozgatja a fonalakat, és ki az, aki az eseményeket koreografálja, onnantól kezdve egyszerű lesz az egész, hiszen rájön az ember arra, hogy mi a végcélja ennek a káosznak. És a káosz célja az, hogy mindenki egy hatalmasságot, egy úgymond Istent szolgáljon, aki nem más, mint az ellenség. Erre megy ki a játék, sajnálatos, hogy a világ ezt nem hajlandó észrevenni de azok, akik észrevették, azok még el tudják kerülni azt, hogy őket is beszippantsa ez a káosz, illetve ez a rendszer. Úgyhogy Donald Trump nem az Antikrisztus, a pápa sem az, Obama sem az. Ők mind-mind csak karakterek és színészek ebben a hatalmas színjátékban. Azonban vészesen közelít az az időszak, ami mindenkit próbára fog tenni. Azok, akiknek most van hite, talán van esélyük. A többieknek abszolút semmi esélyük. Azok, akik még mindig azt gondolják, hogy a tudomány majd megmenti őket, vagy, vagy Elon Musk megmenti őket, vagy Donald Trump, vagy Obama, vagy bármelyik, az azok az emberek nem jó esélyekkel indulnak. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!